2018 óta ülhet a Kispadon Németh Szabolcs Rohonczi úton, és most először történt meg vele az, hogy vereséget szenvedett a csapata. Hogyan értékeled a Siófok elleni mérkőzést? Először is szeretnék gratulálni a siófoki csapatnak a 3 pont megszerzéséhez. Azonban saját magunkat vertük meg. Az elején nagyon rosszul kezdtük a mérkőzést. Siófoknak akkor voltak lehetőségei. Kapusunk a rózsadani szenzációs védéseik kellettek, hogy meccsben maradjunk. Majd én azt gondolom, hogy a vezető gól után viszont nagyon jól följavult a játékunk. 1-0 után le kellett volna zárnunk a mérkőzést. Voltak lehetőségeink, helyzeteink. Az első gólra rá kell rúgni a másodikat, és akkor nem fordul az ilyen elő, hogy az ellenfél elviszi innen a 3 pontot. A második fél idő az egy ilyen kiki meccs volt. Azt gondolom, hogy voltak nekünk is lehetőségeik, meg az ellenfelünknek is. Ők berúgtak 2 helyzetből 2-t. Mi próbálkoztunk, egy sem ment be, úgyhogy így esik lett a vége. Köszönöm szépen. Kérdés a sajtó részéről. Szóval, hogy minek tudható be, hogy ekkora hiba százalékkal játszott ma a védelmünk? Szerettem volna, ugye a Milan el volt tiltva, a német Milan. Helyette ugye játszott a Vesely Szilárd, a Mocsi Attila múlt hét folyamán játszott a válogatottba 2 mérkőzést, úgyhogy illetve a Vasas ellen jelezte számomra, hogy eléggé fáradt. Nem szerettem volna kockáztatni, hogy megsérüljön, ezért belenyújtom a védelembe, így még nem játszott.